Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel ezt a kedves művész triázt. Hát először, bár ő a legfiatalabb, ugye jól tudom, hogy te vagy a legfiatalabb. Úgy számolom, lehet. Orosz Csenge színművésznő, teljesen a középpontba vagy helyezve. És akkor nem tudom a rendező úr mit mondta, hogy akkor kezdjük a férfiak közül a rendező úrral, Nagy Viktor rendező, akinek nem csak a neve nagy, hanem a munkássága is most már nagyon jelentős. És az apropója annak, hogy te most itt vagy, az az, hogy a Csíksomlyai Passiót, azt most az Új Színházban is bemutatták a te rendezésedben. Nem kevésbé nagy szeretettel köszöntöm Dörner Györgyöt, aki nem csak az Új Színház, nem csak az Új Színház igazgatója, hanem egy immár 6 éve sikerrel működő kezdeményezésnek a kitalálója, feltalálója, nevezetesen a Keresztény Színházi Fesztivál elindítója vagy. Akkor nem volt ilyen történés, ha jól emlékszem, hogy jó pár napon keresztül kifejezetten ilyen tematikájú előadások mentek valamelyik színházban. Nem, én sem emlékszem rá, hogy lett volna. Ha már ketten emlékszünk rá, hogy nem volt, akkor nyilván nem volt. Kellett, hogy legyen egy ilyen. Annyi fesztivál volt, meg van is Budapesten, hogy egy ilyen keresztény színházi fesztivál sem maradhat ki a sorból a fesztiválok közül. És igen, 6 év óta, évről évre megrendezzük ezt a fesztivált, egyre nagyobb sikerrel és egyre több nézővel. Éppen tegnap kaptam meg a statisztikát a most lezajlott fesztiválról. Durván 102%-os volt a látogatottsága. Ez nagy örömömre szolgál, hiszen évről évre növekszik a látogatottsága. Ez jelent valamit. Azt jelenti, hogy a kereszténység egyre több embert érdekel. Ez egy szempontból, nem mondom, hogy sajnálatos, de az, hogy egy veszélyeztetett kereszténységű kontinens, Európa éppen ideje, hogy észbe kapjon, hogy nem mondom, hogy védje a kereszténységet, hanem csak élje a kereszténységet és a keresztény mi voltát, és ezt a kultúrkörben való létet. Mindenféleképpen jó, hogy a nézők figyelme ide fordul most a keresztény kultúrára. Fantasztikus előadás volt a Csíksomlyai Passió. Története az elég kalandos. Természetesen ez a kalandos út, ez a 18. században kezdődik, amikor csíksomlyai szerzetesek ezt, hogy mondjam, tanulmányi céllal írták maguk, és írták a növendékeik, és utána együtt adták elő. És nem egy passiót írtak, hanem 23 vagy 24 passiót, rengeteg más egyéb vallási téma, moralitást, stb., ami abban az időben divat volt. Most ez úgy volt, hogy mindig átírták, vagy pedig 23 különböző passió játék volt? 23 különböző, igen. Tehát ezt évenként egy-egy újat bemutattak, és ez, mondom, egy tanulmányi cél volt, és ma azt úgy hívják, hogy ilyen kreatív tanítás. Tehát azt mondom, hogy a 18. században előadni tanulmányi céllal ilyen dolgokat, az egy forradalmi ötlet volt. És hát természetesen Európában máshol is csinálták. Egy idő után aztán ezek a darabok feledésbe merültek, a rendet is feloszlatták, vagy legalábbis viszontagságokon ment keresztül, de a darabok megmaradtak. De a Ceausescu rendszer alatt, a kommunista rendszer alatt ezeket el kellett dugni, el kellett rejteni, mert ezekre vadásztak. És hát jobb helyet nem is találhattak volna, mint a Kegyhely Mária szobra talapzata alá rejtették el, és ez akkor derült ki, amikor 1980-ban felújították a templomot, és előkerültek ezek a kéziratok. Tehát nem keresték szándékosan, tehát nem valami kutatás eredménye volt, hanem véletlen. Ez teljes véletlen volt. Természetesen Csíksomlyai Passiót kiadtak már a 30-as években is voltak kiadásai, de az egyet találtak, és ezek megjelentek különféle gyűjteményekben, de akkor megtaláltak az összes ilyen anyagot is. Hát hozzá kell ezt tenni, hogy Kerény Imre mindig egy kutató természetű rendező volt, és nem állt meg az általánosan használt színházi használatra szánt irodalomnál, hanem mindig keresett valami különlegességet. És azért tegyük hozzá, az a 80-as évek eleje, 81, ugye az a Csíksomlyai Passió bemutatásának éve a Várszínházban, az egy elég különleges esemény volt abban az időben. Tehát azt lehet mondani, hogy nem volt ez divat.
Ha jól tudom, lengyelek játszottak passiójátékot, az egyetemi színpad is játszott passiójátékot, még a 60-as, 70-es években, de egyébként nem volt divat, nem játszották ezeket. És furcsa módon óriási sikere lett, és ez bocsánat, nem csak a Kerényinek köszönhető. Kerényi rendezte, ugye, és az egyik szerzője is ő. Ezt. Egyik szerzője is ő. És ez nem egy különálló passió, ez több passióból írták a jelenetet össze, tehát egy önálló szellemi alkotás jött létre, és hát egyrészt a Várszínház erre nagyon alkalmas volt, az idő 81 nagyon alkalmas volt, szóval akkor kezdődött egyfajta magyar öntudatra ébredés Erdélyben már olyan szempontból, hogy a politika sem gátolta különösebben, bár akkor még azért a Ceausescu uralmon volt, de nem gátolták különösebben az utazásra, stb. De mindenképpen odafigyeltek erre, és mivel az Imre és a munkatársai, Götz Béla volt például díszlettervező, egy erdélyi környezetbe, egy falusi környezetbe, erdélyi népviseletekbe, népi hagyományok felelevenítésével adták elő. Ez egy olyan reveláció volt, ami szinte megismételhetetlen a mai napig talán. Tehát nem a római korba visszahelyezve. Egyáltalán nem. Nagyon nagy ötlet volt az Imre részéről, az is nagy ötlet volt, hogy templomi énekek, népdalok, népi imádságok, benne van az Ómagyar Mária síralom is például megzenésítve, szerepelnek a darabban. Tehát egy elég revelatív történet volt, és bár úgy tudom, hogy annak idején is megosztotta a társulatot, hogy hát volt, aki ezt nem annyira kedvelte, de aztán utána nagy siker belesodorta ebbe az egész szériába, de mindenképpen egy kultúrtörténeti tett volt. A probléma az, hogy túl jól sikerült ez az előadás, és utána nem merték elővenni, vagy hogyha elővették, akkor lemásolták rosszul. Igazából egészen más előadást szántunk mi erre a helyre. Kerényi Imre rendezett volna egy előadást a Tisza István gyilkosságról szóló. De Kerényi Imre sajnálatos halála közbeszólt. Nem lett volna véleményem szerint szerencsés, hogyha más rendezi azt az előadást meg, és ezért gondoltam, hogy egy in memoriam Kerényi Imre előadást kell készítenünk, és úgy automatikusan adta magát természetszerűleg a Csíksomlyói passió, hiszen talán a legnagyobb sikerű előadása Kerényi Imrének a sok siker között természetesen. És hogy a Keresztény Színházi Fesztivál nyitó előadása egy passió legyen, az is egy olyan természetes volt számomra, és azt, hogy Nagy Viktor rendezze, az is természetes volt. Tehát minden megy a maga útján természetesen, ahogy a jó Isten elrendelte, semmi más nem teszünk, csak mint a jó Isten eszköze tesszük a dolgunkat, a színházban is, az életünkben is, és a bemutatók is, a fesztiválon is, ez a lényeg. Nagyon jó anyagi helyzetben lévő, de mérsékeltebb, hogy is mondjam, tudás bázissal rendelkező fiatalok beszéltek arról, hogy passzió, hogy mi ez a passzió, hogy milyen passzió lehet. Csenge, akkor te definiáld nekünk, légy szíves, a passziót, hogy az micsoda. Egy összetett helyzet volt, mert ugye a húsvéti időszakot is magába foglalta a mi próba folyamatunk, és ugye ez a Jézus történetét, meg úgy igazából az egész Biblia eszenciálisan jelen van a mi passiunkban. Tehát a Jézus története, ugye a passió egészen a keresztre feszítésig és a feltámadásig, tehát így tulajdonképpen, van. És ezzel tehát az utolsó periódus az, ami a legdominánsabb szokott lenni általában. Ez a próba folyamat nagyon összekovácsoló volt így a társulaton belül, vagy az érkezők, akik ugye így a karban jelen voltak, tehát ugye egy olyan csapat jött össze, akikkel együttesen mi meg is éltük ezt az ünnepet. Mert ha lehet mondani, tényleg egy olyan jellegű passió előadásról beszélünk, ami bár dramatikus, és előadásról van szó, mégis mindannyiunk éreztük, hogy nem egy szerepívről lesz szó, vagy nem ilyen nagy
nagy helyzetekről, hanem hát ez a mindenki által ismert történetet mutatjuk be. Tehát itt valami lelki emeltsége van a történetnek. És ezt úgy érzem, hogy mindannyian egységesen megéltük. Kicsit megelőztél, de nem szomorkodom nagyon, hogy én itt kemény munkával próbálom felépíteni a műsort, és az egy fontos kérdés lett volna, hogy neked ez mi volt, tehát milyen hatással volt? Tehát... Maga az anyag nagyon erős, ha úgy vesszük akár a dalok, amiket tanultunk, tehát hogy a próbafolyamat nagy részében, vagy az első felében ugye mi felkészültünk mind a koreográfiával, mind a dalokkal. És ezért annak is, tehát ereje van, amikor megtanul az ember egy olyan dallamot, olyan sorokat, olyan szöveget, azért hat rá. Tehát mindannyian Ahogy készült bennünk az anyag, mi is úgy készültünk erre a történetre, és utána, amikor felmentünk a színpadra és együtt voltunk, akkor azért bejött egy Mária Magdolna, elénekelte a dalát, tehát megfagyott a levegő. Hogy azért, hogy mondjam, ennek volt egy ilyen természetes folyamata, ahogy kiépült ez az egész. Persze a Viktor instruált, meg vezette ezt a történetet, de hát a próba folyamat alatt is élmények érnek minket. Ez mind beépül, hogy a premiéren mi mit mutatunk be, az a megélt érzelmi időszak az a próbákon ott volt. De ez olyan ez az előadás, hogy várodsz, vagy egy kicsit úgy, nem akarok ilyen túlzó szavakat használni, hogy egy kicsit meg is tisztul az ember ebben az előadásban? Azt gondolom, ezt el lehet mondani? Igen. Kérdés lehet, hogy miért, ha úgy tetszik, zártad be egy templomba? Azt gondolom, hogy az egyik leglényegesebb részről beszélünk, az előadáson belül. Tehát az, hogy egy templom belsőben játszódik, ez sok mindent hozzátesz az előadáshoz. Először is hozzáteszi az adott kort, hiszen a barokk korban, a barokk kornak a, hát ugye az érett barokkban vagyunk már akkor, ezek templomokba előadott pasiók voltak. Természetesen vannak különböző pasiók, különböző városokban, ahol szabadtéren adták ezt elő. Oberammergau például ilyen, mai napig játszanak pasiót, de csak 10 évenként. 10 évenként veszik elő. Meg lehet nézni a neten, hogy milyenek a képek. Tehát először is a múlt, és ez mindig visszahat a történetre. A második, a templom egy misztikus hely. Tehát a templom az egy megszentelt hely. A templom az egy olyan kultusz hely, ahol a hitnek láthatólag meg kell jelenni az emberekbe. Hát bocsánat, hogy hétköznapi módon fogalmazok, de hogy a találkozás az Istennel helyszínen pontosan, a templom. Tehát ez egy olyan ház, ami Isten házának is mondják ezért, a templom az Isten háza. Csak zárójelben jegyzem meg azt, hogy a Tália temploma az meg a színház, és a Tália papja az pedig a színész. Tehát ez a dolog, a mise és a celebrálás, vagy valaminek előadása nagyon is összekötődik. Tehát egy olyan hely, ahova az emberek máshogy mennek be, mint egy színházba. A harmadik dolog pedig az, hogy a templomnak az elhelyezésébe és mindenbe, ugye az oltári szentség középen, szószék balra vagy jobbra, tehát annak van egy tájolása, van egyfajta struktúrája, ami szervesen illeszkedik ahhoz, amit én azt gondolom, hogy az európai színjátszás alapja, meg hát nagy darabokban megjelenik, akár a Faustba, tehát tulajdonképpen a maga a misztérium játék is, hiszen a passió itt ebben az esetben nem csak egy Jézus szenvedés történetet jelenti, hanem elindulunk az angyalok bukásától.
és Istentől és angyalok bukásától, és megyünk szépen Ádám és Éva felé, és nem is a történet az lényeges, de mondhatnám, hogy az ember tragédia ugyan nem így kezdődik? Hát ugyan így kezdődik. Ugyanúgy az angyalok bukásával, az Úrral, Ádámmal és Évával, és Madács tulajdonképpen nem más csinált, mint ezt a nagy, mondják, hogy a Faustot másolta le feléket. Hát sokkal, sokkal jobb az ember tragédiája, mint a Faust, szerintem jobb darab. És filozofikusabb, nagyobb léptékű. Hát talán a Pergüthöz lehet még hasonlítani, de még annál is jobb. Tehát lemásolta ezt a történetet, és tulajdonképpen visszakanyarodva a templomhoz és a misztériumjátékhoz, úgy érzem, hogy ez egy tökéletes tér ebbe a dologba, és ez homlokegyenes, teljesen más, mint bármilyen eddigi interpretáció. Mindegyikünknek megvan a maga vallástörténete. Megpróbálom kinyitni a ti lelketeket. Onnantól kezdődik a te történeted, mert azt tudom, hogy ugye téged megkereszteltek annó, és aztán a te saját hit történeted, inkább így mondom, mint vallástörténeted, az hogy zajlott, hogy emlékszel rá, hogy milyen fordulatok, eszmélések voltak, vagy milyen kiábrándulások voltak? A nagymamám fogott, azt elvitt, megkeresztelt a templomba, természetesen a környüljárásokkal együtt. Tehát volt keresztapám, keresztanyám, szüleim is ott voltunk, fotó is készült róla. De a kor, amiben éltünk, az ateizmusnak ez a topzódása volt. Ez 72-73 körül volt, ugye? Ez 53-ban volt, egész pontosan. 53-ban születtem, és decemberben születtem, és januárban, hiszem 6-7-es koromban elvittek megkeresztelni a Kerepesi úti Kis Szent Terész templomba, ami egyébként egy gyönyörű, szép templom, kívül is, belül is. És aztán úgy nem történt gyakorlatilag semmi, éltem a gyerekek életét, de a nagymamával rendszeresen jártunk templomba. És nem misére, hanem a nagymama az egyszerűen jártunkban, keltünkben, elmentünk a piacra, és úgy cekkerrel bement a templomba, én megvittem a cekkert, nagymama mellett megálltam, ő letérdelt, imádkozott, én megvártam, míg imádkozik, és akkor néztem a nagymamát, és úgy nagyjából megszoktam, hogy mit kell csinálni a templomban. Tehát tudom, hogy nem szabad hangoskodni a templomban. Tudom, hogy keresztet illik vetni a templomban. Tudom, hogy van szentelt víztartó, és abba bele kell mártani az ujjunkat, és a szentelt vízzel kell, hogy vessük magunkra a keresztet, mikor belépünk, és mikor távozunk. Az oltár előtt többnyire le kell térdelnünk, vagy térdet hajtani, mert hogy ott van az oltári szentség, és a tiszteletet ilyen módon adjuk meg. Na most ez egy olyan természetes, ha egy gyerek ezt végigéli, akkor ez az életének a részévé válik. Na most azt, hogy ugorjunk egyet a mába, és hát ez a passió játék, hogy ez színházban történik, és nem templomban. Ez alkalmas arra, hogy egy embert a legteljesebb mértékben be tudjon vinni a templomba mindenféle félelem nélkül. Mert ugye az ember, aki nem jár templomba először, gyáva, nem mer bemenni, nem tudja, mit kell csinálni. De mindennel így vagyunk. Meg kell tanulni, élnünk azt az életet, hogy a templom ne legyen nekünk különlegesség, az életünk része legyen. És akkor oda-vissza tudunk hatni a templom ránk, mi pedig a templomra úgy, hogy bemegyünk és imádkozunk a templomba, úgy, ahogy azt a templom rendtartása megköveteli. Úgy, hogy kialakult a kereszténység. Utána ez a keresztény kultusz megteremtette maga kultúráját. Ez a keresztény kultusz kultúrája az, ami a színházban jelen van. A keresztény színházi fesztivál pedig ezt a kultuszt igyekszik a kultúra nyelvével erősíteni, mert sajnos az az igazság, hogy rászorul. És nem a buzgó hívő, tehát nem azt erősítjük, hogy léptennyomon azt kell az eszünkbe tartani, hogy templomba járjunk, és hogy megfeleljünk. Hála Istennek, a jó Isten, a Jézus Krisztust úgy küldte le a földre, hogy átvállalta
az emberiség szenvedését, a kereszténység szenvedését átvállalta a Jézus Krisztus, az ő halálával minket ő megváltott. Ráadásul mi gyónhatunk, mi megbánhatjuk a bűneinket. Tehát ez egy, nem tudom, egy olyan lelki tisztulást ad ab ovo a kereszténység a keresztényeknek, hogy gyakorlatilag úgy élhetjük az életet, ahogy a jó Isten megteremtett bennünket, természetesen vissza ezzel nem szabad élnünk, de hiszen a kereszténység ezt is tartalmazza, és hogy a templomba megyünk, akkor nekünk olyan szabadon kell jönni-menni a templomba, mint hogyha például a piacra mennénk, csak a ottani rendszerint. A piacon se üvöltözünk, a piacon se, bár a piacon lehet, hogy a kofák üvöltöznek, miért ne üvöltöznének, ott az a rend. De a templomban az a rend, hogy egy picikét elhalkuljunk, magunkba forduljunk és körülnézünk, és a környezet meg van teremtve számomra, hiszen a katolikus templomok olyanok belülről, hogy eleve egy áhítatot sugallnak, és az ember, mikor bemegy, igen, akkor belelép ebbe az áhítatba, hát és akkor várom a következő kérdést, mert nem szeretnék túltobzódni ebben. Profán szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy végül is egy olyan turista csoport, amely tagjainak semmi köze nincs a katolikus valláshoz, vagy a kereszténységhez, az is ilyen áhítattal megy egy templomba. A nagymamával jár templomba, istenhívő lettél, vagy pedig egy kicsit elkalandoztál attól. Voltál olyan, hogy kételkedtél, hogy azt mondtad, hogy mint ahogy a szentek között van ilyen, hogy bizonyságot, Uram. Nem is törődtem vele, nem foglalkoztam neki, ez olyan természetes volt, mint hogy vizet iszok, meg a nap föl kell, és lenyugszik, nem, az olyan természetes volt, hiszen úgy éltem az életemet, hogy nagymamával bementem a templomba, néztem, otthon voltak képek a éjjeli szekrényen lefedve kis üveggel, és ott alatta volt a Jézus Krisztus, ott alatta volt a 12 apostol, ott voltak különböző festmények, reprodukciók, és akkor mindig kérdezte, hogy ez ki, az ki, és akkor a nagymama mindig elmondta, hogy ki kicsoda, aztán én rendre elfelejtettem, és akkor újra megkérdeztem, de nem felejtettem el, hogy a Jézust, meg a Júdást se felejtettem el, a többiket úgy elfelejtettem. Tehát nyilvánvaló, hogy a színházi előadásban is a főszereplők ugye a Jézus és a Júdás. Az, hogy Pilátus is belekerült, az gyerekkoromban a vallás nem tartalmazta, nem volt benne. Az egy ilyen történelmi tanulmányokat igényel, hogy a római korba tett. Tehát ez már egy történeti része, de a lelki és a szakrális része a kereszténységnek, az már gyerekkorom óta van, és fel se tűnik. Tehát lehetett a legnagyobb... Gyerekkorod óta hívő ember, vagy stabilan hívő nem ember. Nem fogalmaztam én ezt így meg. De nevezhetjük így ennek, de ez ilyen konkrétan nem fogalmazódott meg bennem. Ez érdekes. Mert miért is kellett volna, hogy megfogalmazzam, hogy milyen életet élek. Hát senki nem teszi ezt. Hát vannak olyanok, akik azt hiszik, nem akarok újjal mutogatni rájuk, de például akik azt hiszik, hogy nekik ilyen speciális, privát kapcsolatuk van az Istennel, és ugye elbeszélgetnek meg minden, de azért templomban nem nagyon mennek el. Viktor, a saját vallástörténeted, a saját hittörténeted, az neked hogy alakult? Hát ez nagyon hosszú lenne ezt így elmondani, mert nagyon sok élmény... Fázison mentél keresztül? Hát egyrészt, másrészt nagyon sok élmény ért. Uh-huh. Csak annyit akarok mondani, hogy nem csak az ember választja a műveket, hanem a művek választják az embert. És azt gondolom, hogy én sem véletlenül rendeztem meg a Csíksomlyói Pasiót kétszer. Na most bocsáss meg, a Csíksomlyói... Az se véletlen, hogy a Mária Evangéliumát megrendeztem háromszor vagy négyszer. Uh-huh. És így tovább. Jézussal nagyon sokszor találkoztam mindenféle történetbe, amit megrendeztem. Nagyon sokszor kellett keresztre feszítenem a megváltót, mint rendezőnek, és nagyon sokszor értek mindenféle benyomások ez ügyben. Tehát én azért csinyán bánnék azzal a dologgal, hogy bárkinek bármiféle stabil kapcsolata lenne Istennel vagy Jézussal, majd Isten és Jézus eldönti, hogy ő kivel akar kapcsolatba lépni, és én azt gondolom, hogy én ezek közé tartozom. Tehát nem tudatosan megyek azok közé, akikkel eldöntött az Isten, hogy kapcsolatot tart, azok közé tartozol? Nem. Én nem hiszem, hogy én kapcsolatot tartanék Istennel, hanem Isten tart velem kapcsolatot. Ja, értem. Tehát ez két különböző dolog. Feladatot ad, hogy úgy mondjam. Ha feladatot ad, azt én elvégzem.
ezt a feladatot, és megpróbálok ennek megfelelni. És azt gondolom, hogy minden egyéb dolog, hogyha valaki Isten vagy Jézus elé tolakszik, az nem túl szerencsés. Én arra gondolok, hogyha valaki ezt nagyon meg szeretné rendezni, nagyon színpadra szeretné tenni, az vagy azért van, mert annyira erős a hite, hogy szeretné, hogyha a többiekben is erősödne, vagy pedig azért, mert azáltal, hogy ezt magába fogadja, azáltal, hogy erősödjön a hite. Van ilyen különbség? Szóval te tudod, hogy melyik vagy ezek közül, vagy egyik se? Én egyik se vagyok ezek közül. Én olyan ember vagyok, akit a mű választ. Tehát a Pilinszky mondta más szempontból, aki egyébként hívő ember, de nem erre mondta. Azt mondta, hogy a nagy műveket nem írják, hanem íródnak. Tehát ezek a színházi előadások is létrejönnek valami miatt, sokszor valami ellenére, vagy valamiért. Tehát nagyon sok rendező érezte úgy életében, aki nem volt hívő, vagy nem volt keresztény, hogy bizonyos értelemben szakrális témához kell nyúlnia. A Peter Brook egy ilyen nagy rendező, azt hiszem még él. Ő például a Mahabharatát rendezte meg, fantasztikus sikerrel is nagyszerű előadást csinált belőle, vagy Max Reinhardt, szintén múlt század egyik nagyon híres és nagyszerű rendezője, Mirákel címmel vitt színre egy mirákulumot, és nem máshol, mint egy cirkuszba, Beketov cirkuszba. De ezt nagy színházban is megcsinálta, több százas statisztériával. Hát a de mert akkor úgy érezte, és olyan társaságba került, nem rossz társaságba, mint Hofmannsthal és Richard Strauss, ezek voltak a barátja, és egyébként az Salzburg ünnepi játékokat, és az Akárki című moralitással, ami mai napig megy, nyitotta meg. Ez a három ember. Én azt gondolom, hogy bár egyik se követelte ki magának a hitet, hogy én most ezért és azért csinálom, de valami miatt megcsinálta. És ezek a máig élnek, és a mai napig élnek, és a passiójátékok sem véletlenül élnek a mai napig, mert éppen mondjuk Hanvas Béla, mi idézzük azért ilyen jó írókat, hogy azt mondta, hogy az Új Szövetség az nem is egy könyv, hanem minden ember szívébe írt szent jel. Tehát minden ember szívébe írt szent jel. Ha akarod, ha nem. Nagyon sajnálom, hogy ez nem egy három felvonásos műsor, és azt is sajnálom, hogy a Cseng eddig alig jutott szóhoz, pedig ő a mi legtündöklőbb, mert ott ki se tudom mondani, ő a mi legtündöklőbb csillagunk itt a mai napon. Ugye láttad a hasonlókorú kolléganőket, kollégákat. Mit jelentett ez? Én magam is például 17 éves koromban keresztelkedtem meg, bár imádkozni a nagymamám megtanított, bár a templomban a nagymamám bevitt. De akkor bocsánat, 17 éves korodban keresztelkedtél meg, igen. Azt mondtad, azt saját elhatározásodból, igen. Igen? Viszont én egy vidéki lány vagyok. Vidéken valahol mégis természetesebben ér minket az, hogy az ünnepekhez a kultúra része, ugye az, hogy a vallás az úgy az mit jelent, hogy vidéki lány vagy, hova valósul? Hajdúhatházi vagyok, ez Debrecenből még. Tudom, igen. Még hát az egy komoly település, igen. Lényeg a lényeg, hogy azt gondolom, hogy a mai generációnak igenis fel kell hívni a figyelmét arra, hogy az, hogy hinni, az egy mekkora erő. Szóval, amikor mi bekerültünk a Kaposvári Egyetemre az Eperjes Károlyhoz, aki azért erősen képviseli az ő maga vallását. Igen, egy nagyon-nagyon erősen hívő ember, igen. Így van. Akkor ott és nekünk is... van a Dörner igazgató úrral egyébként. Úgyhogy erősíti az ő hitét is. Igen. Tehát, hogy akkor mi azzal találkoztunk, hogy ehhez a pályához, vagy bármihez az életben, amiben belefogunk, hogyha nincs hitem, ami megtart engem, vagy morálisan és erkölcsileg egy gerincet ad, akár emberként, vagy színészként, akkor, szóval, hogyha ez nekem nincs, akkor nagyon-nagyon lehet tévelyegni, és akkor nagyon-nagyon szélsőségek között tud az ember lelke csapódni. Viszont, hogyha van ami megtartja, az, hogy hiszek magamba, hiszek abban, van egy erős kapcsolatom nem tudom, a sorsommal, vagy lehet ezt így értelmezni, hogy mit akarok, hogy párosítom én az Isten hitemet, akkor
akkor sokkal kiegyensúlyozottabban tudja az ember megélni akár az életét, azokat a feladatokat, amit az élet hoz vele szembe, és valóra váltani azokat a vágyakat, amik benne vannak. Na most vannak ezek az alapvető erkölcsi emberi szabálypontok, amit 10 parancsolatnak is nevezünk. Te például ezt figyeled, és igyekszel betartani. Hát én azt gondolom, hogy én színész vagyok, igen, az engem nem jogosít fel olyan cselekvésekre, amit emberként nem vállalnék. Ez a vallás talán emiatt fontos, és a kultúránk része, és emberileg is iránymutató, és pont a mi generációnk, vagy még a tőlem fiatalabb generációnak igenis lenne arra szüksége, hogy legyen egy ilyen szellemi és egy ilyen lelki vezetés, mert nem tudom, nem árulok zsákba macskát, mindannyian észleljük, hogy mennyire szabad, mennyire szabadon gyakorolhatunk a vallást, ugye mi már szabadon utazunk, tehát hogy sokkal több információ és inger ér minket. Amiben azt gondolom, hogy ha kapunk egy mihez képest, van egy erős alap, akkor ahhoz képest kapunk egy ítélőrendszer, tudunk disztingválni, és van egy ilyen morális dolog, ami összetart minket. Visszatérve a kérdésedre, csak ezt még az előttem szólókhoz akartam hozzá csatolni. Visszatérve a kérdésedre, én azt láttam, hogy olyan fiatalok gyűltünk össze, vagy akár a színészek is, akik mindannyian nagyon érzékeny emberek vagyunk, akiket megérintett ez a történet, és oda visszahatott. Tehát aki vallásos volt, az amiatt tudott ebben feloldódni, aki nem, arra pedig hatott ennek a passiójátéknak az ereje. És úgy érzem, hogy a szeretet, mint energia, vagy mint összekötő erő, az mindenképp jelen volt a próba folyamatban, vagy igazából megteremtődött ebben a közösségben. Szent Ferenc, őről a nagyon sok történet szól, ugye, hogy dajdajozó ifjú emberből egy mélyhitű ember lett, hogy egy másik vallást is ide tegyünk, a Buddha is egy nagyon jómódú, laza fiatal emberből lett egy mélyen hívő, befelé forduló és hívő ember. A változás lehetősége, ez mennyire van benne szerintetek a ti filozófiátokban és a ti elfogadásotokban, a hitrendszeretekben, ha úgy tetszik? Gondolkozni kéne az embereket. És hagyni kéne az embereket gondolkozni, mert nem hagyják őket. Tehát, hogy mondok egy példát, ami előttünk van. Mindig azt jó nézni, ami előttünk van. Az európai himnusz, az micsoda? Schiller örömódája, amiből csak az első sort, Freude, Schöne, Götterfunken, Tochter aus der Elysium. Tehát ez az első sor. Ezt most részes mindenki. Fordíts le nekünk. Hát ezt most műfordításban nem tudom prezentálni. Onnan ismerem csak, hogy mint muzsikus részt vettem a 9. szimfónia jó pár előadásában. Először mint kórustag tanultam meg, aztán utána, mint zenész, mikor ültem. De nem is ez és a ez lényeg. Beethoven, azért azt említsük meg, hogy ügyesek a hozzá, szöveget. De ebben van egy sor, amit Európában nem terjesztelek annyira, hogy amit majd utána le tudod fordítani, hogy über Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Tehát a csillagsátor fölött kell egy jóságos atyának lennie. És ott érdekes módon a Beethoven azt csinálja, hogy ezt az óriási kórust egyetlen egy szólammá teszi, és úgynevezett uniszónó éneklik el, hogy über Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen, és utána belép a zenekar, és de ezt külön így kiemeli, pirossal aláhúzza, tehát azt mondja, hogy bármi legyen is, fölül kell lenni valaminek, aki minket vezet, vezérel. Ez a szellem, vagy a jóságos atya, vagy az Isten. Ez Schiller írta, aki egyébként egy forradalmi lelkületű ember volt, és Beethoven írta hozzá a zenét, aki szintén egy zabolázhatatlan, forradalmi lelkületű ember volt. Nem lehetett azt mondani, hogy egy nyugodt templomba jövő menő keresztény volt, de ennél a sornál megállítja a 9. szimfónia utolsó tételét, és uniszónó adják elő ezt az egy mondatot. Tehát még a legvadabb, hogy mondjam, liberális is, mert ők azok voltak a maguk idejében, még jó értelemben voltak azok, is tudja,
hogy vannak felsőbb hatalmak. Uh-huh. Über Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Hát a 70-es évek közepén végén a Dörner úr is egy ilyen nagyon komoly ilyen forradalmi személyiség volt. Szóval mindenki az volt, ilyen. Én is az voltam. Ez nem változott. Csak ma mást jelent. Ma a progressziót a hagyományokhoz való visszatérés jelentette. A 70-es évek a kommunista diktatúrájában semmiképpen sem az éppen aktuális hatalom ajnározása jelentette a progressziót. Tehát most csak visszatérve az örömódának az első sorára, ezt úgy énekeltük annak idején, hogy lángolj fel lelkünkben, égi szikra szent öröm. Hát ez a hivatalos De hogy azt mondja, hogy a hivatalos műfordítás. De ez énekel. A köztudatban. Igen, a kórusban. Te másként mondanád, akkor nem mondanám sehogy, mert ezt csak műfordításban, és ez is már lassan 100 éves. Hát tehát igen. Ideje lenne valakinek egy kicsit újra fordítani De ha nem, akkor is rendben van. De azért rendben van. Rendben van ez így. Hál' Istennek sokan nézik a műsort, és azt fogják mondani, hogy ezt a kérdést ne hagyjam ki, hogy mondtad, hogy zenekarban játszottál, milyen hangszeren játszottál? Én vadászkültös voltam, és ebből diplomáztam. És természetesen igen. És a most Pannon filharmonikusoknak hívják őket, a Pécsi Filharmonikus Zenekar tagja voltam 10 évig. Uh-huh. És zenetanár is voltam. Hát a zeneakadémiára is jártam, úgyhogy van némi zenei múltam. Hát akkor hadd dicsekedjek el megint itt a Dörner úrnak, hogy egy jelentős közös filmalkotásunk volt, hogy a Rajna Kincsét színpadra vitte az Operaházban. Fantasztikus volt, a Csikós Attila volt a díszlet tervezője, és egészen fantasztikus volt, szóval tényleg olyan volt, ami így hetekig lenyűgözött, és annyira fantasztikus volt, hogy a saját pénzemben vettem akkor még 10-12 ilyen betakazettát, és akkor még az 12x90 perc, és annyit forgattunk, mert egészen fantasztikus volt. A Rajna Kincse az evidencia, a Csíksomlyai Passió, az pedig, hát nem tudom, hogy mennyire fogadható el ez a világ mondjuk a határokon túl nyugatra vagy keletre, mert ugye a Rajna Kincsével azzal te egy világszínvonalú produkciót hozol létre, ezzel is létrehozol egy világszínvonalú produkciót, csak hát mégis nem tudom, hogy fogadnál a világ, mert például a Notre Dame-ban ezt nyugodtan, ezt így, ahogy van, oda betehetnéd. Hát most inkább Dörének adnám a szót, mert ilyesmiről beszélgetett nekem, hogy ő hol tudná elképzelni ezeket, és hadd mondja el inkább ő, mert talán neked jobb választ tudna. Fura, mert tényleg erről beszélgettünk, mielőtt idejöttünk, hogy ez a Csíksomlyai Passió előadás, ez méltó lenne arra, hogy Európában terjessze a hanyatlóban lévő kereszténységet, és hol máshol, mint Európa nagy székesegyházaiban, tehát a Kölni Domban akár nem mondom, hogy a Sagrada Familiában, mert ott, de az előtte lévő téren mindenképp, vagy akár a Notre Dame-ban, vagy akár a londoni Szent Pál katedrálisban. Tehát ezeken a kultikus keresztény nagy templomokban, mert ráférne Európára, és fura módon nem beszéltünk össze, de ha neked is ez jut eszedbe, a Notre Dame, ugye hát most az egy szomorú aktualitást ad a kereszténység kérdéskörének, és ha én is ugyanezt gondolom, akkor azt hiszem, hogy nem járunk rossz úton. Tehát ez egy hát gyakorlatilag pénzkérdése és szándékkérdése, hogy ezt meg tudjuk-e tenni-e vagy sem, de mindenféleképpen ezt egy nagyon tisztességes, jóra való gondolatnak tartom, és nem csak a magyar nyelvterületre érvényes, sőt elsősorban. Bár Magyarországra is ráfér egy kis áhítat, mit mondjak, mert a statisztikák nem azt mutatják, hogy élen járunk a kereszténység hirdetésében és a keresztény kultúra megélésében. Mert például Lengyelország, Olaszország, fura módon mindig ott, ahol kevésbé van gazdagság, ott üti fel a fejét jobban a hit. Tehát ahol karszti életet élnek, ami jelenti azt, hogy nincs termőföld, oda kell hurcolni a termőföldet, hogy megteremjen a étel,
ott az emberek hívőbbek, mint azokon a tájékokon, ahol az embernek a gazdagság az ölébe húd. Hát azt hiszem, hogy el kell vinni a gazdagokhoz ezt a fajta hitet, újra feléleszteni bennük, mert Európa nem él teljes életet anélkül, hogy ne keresztény életet éljen, és ez nem szólam, hanem ez egy természetes adottság. Indiában más vallást élnek, Kínában, Japánban, a világ más tájain másféle módon imádják és dicsőítik Istent. Amerikai indiánok annak idején egészen más módon, de azt hiszem, hogy Makovec Imre szavaival élve a jó Istennek van annyi humorérzéke, hogy elfogadja a különböző útról hozzá igyekvőket. Tehát valahogy ezt az utat, a mi útunkat, itt európai utat, valahogy úgy érzem, hogy ki kéne egy kicsit szélesíteni, hogy többen elférjünk rajta, és töltsük már ki azt a széles utat, amit a jó Isten adott nekünk. Szívesen és nagyon nagy szeretettel beszéltünk a Csíksomlyai Passióról, de hát ez a Keresztény Színházi Fesztivál, ugye, amit ennek a kitalálója és az apukája is vagy, ez azért nem csak ebből az egy előadásból állt. Többek közt a Böjte Csaba testvér, ugye Böjte Csaba atya, egy gyerekprodukcióval fantasztikus dolgokat mutatott be, és a lelkeket kinyitotta, úgyhogy akkor légy olyan kedves, te vagy az autentikus személy, soroldál. Hát, ők éppen egy Szent Ferencről szóló kis példázatot játszottak el Csaba testvér stand-upja előtt, a dévai gyerekek. Csaba testvér stand-upja, ez azért, igen, hát az. Hát igen, ennek igen. Van egy műfaja, az igen. Teljesen mindegy, hogy egy katolikus papadja elő, vagy egy nem tudom én, egy képzett színész, hihetetlen. Vagy egy képzetlen igen. Asztalos, tehetséges stand-upos akár. Tehát ennek ez a neve. Jó volt, hogy az ország színházaiból válogattunk. Tehát jöttek Egerből, Békés Csabáról, Dunaújvárosból, és hát a Boyki Brothers is föllépett a végén, és Mihály Győző egy gordonkával kísért istenes vers előadóestet adott nekünk elő. Aztán nem akarok kihagyni senkit, úgyhogy inkább nagyon puskázok, ha megengeded. Szépen, a lélekharang, az elnémult harangok, Csíksomlyói Passió természetesen, a Csaba testvér színjátszói, és hát a Boyki Brothers az egyszerűen lenyűgöző zárása volt ennek a fesztiválnak, és úgy tűnik, hogy nagyon jó válogatás volt, hiszen a látogatottsága messze fölülmúlta az elmúlt évekét. Az, hogy 5 napig tartott, de ez egy olyan tömör 5 nap volt, hogy le a kalappal. Viktor, te már megértél fesztiválokat, szóval most valóban ilyen emelkedett fesztiváli hangulat volt, szóval ilyen ünnepre sikeredett ez a néhány nap, úgy érezted? Igen, szerintem egy ünnep volt. A fesztiváloknak nagyon sokszor van egy versenyhangulata, ami kifejezetten ártalmasnak tartom, itt ez nincs. Tehát nincs legjobb előadás és legjobb rendezés és legjobb színész, hanem van egy azonosulás a témával, van egy azonosulás a szándékkal, és van egy olyan lelki közösség, van egy olyan közösség a színház körül, itt Budapesten és talán vidékről is több, akik nagyon szívesen vesznek részt egy ilyen történetbe, nem csak azért, mert különleges, hanem azért, mert van egy sajátos karakter, egy sajátos hangulat, és pont ezért, hogy nem a színház esztétika oldaláról közelíti meg, és a különböző rendezői stílusok vetélkedése és a alakítások versenye zajlik ezen a fesztiválon, hanem valóban művek kerülnek az emberek elé, és olyan művek, ami hát így lehet mondani inkább, hogy a lelkek épülésére szolgálnak leginkább. Csenge, sikerült jegyet szerezned valamelyik másik előadásra? Én megmondom őszintén, meglátogattam a családomat ebben az időszakban, hiszen 2 bemutatóm is volt egymás után, és nem tudtam maradni. Én ezt sajnálom, viszont a család meg engem hiányolt nagyon, tehát én nekem most az volt a kötelességem, hogy hazamenjek hozzá. Igazgató úr, te minden előadást végignézted? Nem néztem végig minden előadást, de volt, amit végig, volt, amit csak félig néztem, ugyanis volt olyan nap, amikor fönn a
a Kamaraszínházban is, és lenne a nagy színpadon is volt előadás. Aztán, nem tudtál egyszerre két helyen lenni? Igen, bizony nem lehetett két. Megpróbáltam, komolyan mondom, próbáltam, itt is, ott is, kivitelezhetetlen volt. De a lélekben minden előadáson ott voltam végig. Volt egy képzőművészeti kiállítás is. Ó, de jó, örülök, hogy szó, mert fantasztikus. Nagyon örülök, hogy szóba hoztad. Ez az Etyeki műhely, ez a Luca család, Luca Daniella, Luca Zsuzsanna és Luca Zsigmond kiállítása. Nem borról van szó, igen. Mert tudod, Etyek az már bortermővidék, és ha Etyek nevét kiejtjük, akkor vagy a film, vagy a bor, és igen, ott van, igen, bizony, igen, komoly képzőművészet, igen, is. Igen, ez a Csákvári nagy család és a Csókos Györgyi gyerekei, és a Luca Zsuzsa, Luca Gyulának, kedves barátomnak a húga. Egyébként pedig Luca Zsiga, ha már itt tartunk a kereszténységénél, őt, neki én vagyok a keresztapja, és 20 éves korában kereszteltük meg. Uh-huh. Ő kérte. Nem volt megkeresztelve, tehát úgy valahogy úgy hatunk egymásra. Uh-huh. És világi ember, világi keresztény ember, festőművész, doktor Zsiga, mert most már doktor. És most és, ez kimarad, ez a kiállítás? Nem marad kint, ez erre szólt, ez a keresztény, igen, fesztivál ideje alatt ott volt, és egyébként pedig minden egyes alkalommal egy ilyen kiállítást igyekszünk prezentálni a fesztivál látogatóinak, hogy a képzőművészet szintjén is magukba tudják szívni a szakralitást. Hogyha csak egy helyet lehetne megkapnotok azok közül, amiket elsoroltál, hogy ott előadhassátok a Csíksomlyói passiót, akkor melyik lenne? Azt tudom, hogy ez egy ilyen szörnyű kérdés is, meg nehéz kérdés is, de nagyon szeretném tudni, hogy a Viktor és a Dörner igazgató úr mit mond. Hát én meg hadd gondolkozzam rajta, azért kezdje a Dörner. Én rendes? Kihagytam a Hrám Vasilja Blazsennavat Moszkvába. Az is egy kiváló hely lenne ezt eljátszani, de... Ez egy diplomatikus válasz volt, szóval nem mondtál egy helyet. Nem, teljesen mindegy, hogy hol játsszuk. Minden egyes négyzetcentiméter Európában rászorul arra, hogy a kereszténységet újra éljük. Bárhol eljátsszuk. Hát talán én a Csíksomlyói templomot választanám. Megpróbálnám ott. Nagyon nehéz, ott nagyon ott nehéz, mert ott úgy van, hogy el van kerítve, ott a Csíksomlyói Szűz Mária ott hátul, és lépcsőn kell fölmenni. Tudom. De maga a templom tér talán alkalmas, igen, hogyha az üléseket kivesz. Igen, jó nagy tér, de hogy azt elmondok egy személyes történetet. Nagyon sokszor mentem motorral Csíksomlyóba, többet magammal, és mindig álltam a sort, és a motoros kendőmet odaadtam a székely lányoknak, hogy a Csíksomlyói Szűz Mária szobor lábát megkenjék vele, és az én nyakamnak az jót tesz. Ne feled szavadat, ezt mondtam a Csengének, hogy ugye egyetemista korunkban, akkor ott a Károly utca, ott volt az Ötvös Klub, és amikor a Gyuri megjött, akkor úgy, mint a filmekben, tudjátok, valasz, hogy lestoppol minden, megáll minden, és csak az az egy ember mondjuk végig lovagol a Királyfin, most körülbelül így volt, hogy a csajok így megálltak, és akkor nézték a Dörnert. Szóval mindenki utálta őt, hogy szörnyű, hogy ez ilyen. Na mindegy, igen. Mindenki azért talán nem. Tehát a motoros kendőt, de nem úgy utáltunk. A motoros kendőt az hozzáérintették az ott lévő székely lányok a szobor lábához, vagy bármelyik részt, és akkor azt én megkaptam, és az egy óriási dolog volt, hogy a Szűz Mária szobor hozzáért a kendőzés, akkor én azt újra visszateszem a nyakamba. És mindenki valamit oda tett, hát én a motoros kendőt adtam. Minden egyes alkalommal. Csenge, neked van valami elképzelésed? Hát te nem szólaltál meg. De hova raknád ezt az előadást? Igen. Te hova vinnéd legszívesebben? Azért az elég... Persze, Hajdúhatházra, de nem, azért azt gondolom, hogy ez elég kultikus esemény volt, hogy a Notre Dame akkor a próba folyamat alatt került ebbe az állapotba. De azt gondolom, hogy az csak nekünk, nem feltétlenül a franciáknak vagy a Notre Dame-nak jelentene valamit, de nekünk ez egy izgalmas dolog lenne, hogyha oda mennénk el eljátszani, mondjuk egy újraépítés után. Meg az azt is jelenteni, hogy akkor már jó sokáig játszottuk az előadást, mert nem gondolom, hogy jövő héten épül vissza a Notre Dame. Akkor engem megkérdeztek, hogy igen? Én így, vidjük? Ahogy van most a Notre Dame, ott ilyen mindenféle kicsit kiegészítem. Ugye nincs teteje, igen, és egy kicsit így... Szóval én szerintem, hogy újraélesszük a Notre Dame-ot. Uh-huh.
De nem engem fognak megkérdezni erről. Mindenesetre kívánom nektek azt, hogy ezek az elképzelések ezek valóra váljanak, és hogy hasonló sikereket érjetek el ezzel az előadással külföldön is. Nagyon-nagyon jó lenne az ügynek is, meg az előadásnak is, hiszen hát ahogy mondtam, ugye a Rajna Kincsér ide jártak Bécsből, Németországból, Svájcból nézni a Rajna Kincsét, amit rendeztél. Hát most itt az ideje, hogy ezt egy kicsit világ köré vigyük majd. Jövő évben folytatódik, ugye, a Keresztény Színházi Fesztivál, ugye? Úgyis, mint a hetedik budapesti Keresztény Színházi Fesztivál jövőre, igen. Hát akkor kívánom, hogy addig is nagyon sok sikeretek legyen, és akkor is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Orosz Csenge művésznőnek, Nagy Viktor művész úrnak, és Dörner György igazgató úrnak, de szintén művész. És megköszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, hogy velünk tartottak, remélem, hogy szívesen töltötték velünk ezt az órácskát. Viszontlátásra! Bye.